A francia koronavírusos esetek számával együtt nő a feszültség a francia parlamentben is. A képviselők továbbra sem jutottak dűlőre abban, hogy az éttermek, mozik és más nyilvános helyek látogatásához kötelezővé tegyék-e az oltási igazolást. Franciaországban 24 óra alatt 270 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Közben a francia elnök minden eddiginél keményebben nyilatkozott az oltatlanokkal kapcsolatban. Emmanuel Macron egy interjúban úgy fogalmazott, kifejezetten szeretné feldühíteni az oltatlanokat, a demokrácia legnagyobb ellenségének pedig a hazugságokat és a hülyeséget nevezte. Az Egyesült Királyságban is naponta 200 ezer új megbetegedésről tudni, de a brit miniszterelnök azt mondja, szeretné további szigorítások nélkül átvészelni a jelenlegi hullámot. Hála az emlékeztető oltással kapcsolatos fantasztikus nemzeti erőfeszítésnek, már jelentős védelmi szinten vagyunk. A karácsony előtt bevezetett B-terv intézkedéseivel együtt esélyünk van arra, hogy az ország lezárása nélkül kiussunk az Omikron hullámból, mondta Boris Johnson. Közben az Egyesült Államokban Joe Biden az új Pfizer terápiás tabletta készleteit növeli, amelyeket a koronavírus legsúlyosabb tüneteinek leküzdésére terveztek. Az amerikai elnök több fronton készült támadásra. Az Omikron egy nagyon könnyen terjedő variáns, de nagyon más, mint amiket eddig láttunk. Meg tudjuk védeni, és őszintén szólva meg is kell védeni magunkat. Oltassák be magukat, kérjenek emlékeztető oltást, viseljenek maszkot, hívta fel a figyelmet az amerikai elnök. Kína továbbra is a legszigorúbb szabályok híve a koronavírussal kapcsolatban. Egy több mint 1 millió lakosú város zártak le legutóbb, mert a hatóságok 3 tünetmentes esetet találtak. A kínai szigor egyik oka, hogy egy hónap múlva Pekingben rendezik meg a téli olimpiát.